Szevasz, Csino! Sziasztok! Hangosan, hallják a hangulat. Sziasztok! Na, ne légy, mint a Starbuster, hogy sziasztok, Csino vagyok, két hete nem iszom. Na, hello mindenkinek, ez itt a 24 órás projekt műhely rovata. Itt vagyunk újra Demjén Petivel, Demóval. Hát tulajdonképpen én már lassan őshonos leszek itt hajóson. Mindenkit ismer hajóson. Már tényleg mindenkit ismerek. Menjünk be egy picit. Szóval az történt, hogy haladunk azért, mint látjátok. A mai adásban megmutatjuk nektek, hogy mik azok a dolgok, amikről mi úgy gondoltuk, főleg a karosszériát illetően, hogy ami megerősítésre várnak, vagy amiket már megerősítettünk, meg megcsináltuk, hogyan készítjük fel tulajdonképpen a kasznit magát. Igen. Ami azért nem, nem az erőssége az E36-nak egyiknek se ebbe a korba, mert sose arról volt a kérdés, hogy ezzel azért szerencsénk van. Ezzel azért mákunk van, mert ez egy jó állapotú kaszni volt, meg ugye kicsi, ez talán a legmerevebb az összes E36 közül a kompakt, már csak azért is, mert pici. Nem? Talán a limo inkább, de az inkább a limo, de ez most részletkérdés. Igen. Elkészült, Janónk elkészült a csővel, zseniális lett. És hogy gyertek, nézzétek meg, hogy mit ügyködtünk itt. Ugye az volt a cél, hogy egy olyan egyszerű, de masszív és professzionálisan kivitelezett bukócsövet készítsünk, amivel átmegyek a másik oldalra, te maradj itten, Peti. Jó. Amivel nem lesz a későbbiekben gondunk, hiszen ezt az autót ugye nem csak a mostani versenyen akarjuk használni, hanem lehetőleg minél tovább, ameddig csak lehet. Peti, vegyük sorba. Gyönyörű szépen megbakolta Janó itt a letámasztást, ugyanúgy ott. Ugye a toronyra nem mentünk ki a csővel, mert egyszerűen nem tudott volna vonalba menni. Nem, ott mindent ki kellett volna, tehát az egész elektronikát ki kellett volna rakni az autóból, annyira meg nem akartunk belemászni. Annyira nem akartunk belemászni, mert nem ér annyit, meg nem is kell annyi. Itt lesz egy toronymerevítőnk is kész. Szóval itt van egy keresztünk, itt van egy kapu. Fönn van egy igen. Merevítés keresztbe. Hátsó toronyra letámasztás, azok meg vannak erősítve. Úgyhogy rendes húzott falú csőbő, szuperül megcsinálta nekünk a Janó. Ide még elfér az ülésünk is, most gyártjuk épp az ülés bakokat, illetve az ülés konzolt. Igen. Gyártja a Peti. Hátul van igazából a turpisság, itt elő lesz tök jó, elmegy, elől már természetesen a motortérben lesz egy professzionális torony merevítőnk, köszönhetően Pityunak, az E36 gurunak, aki rengeteget segít nekünk, és lényegében több E36-ot bontott el, mindenhány cigarettát a Marlboro kábolyából elszívott, én úgy gondolom. Úgyhogy ő azért eléggé képben van. De gyere, Csino, mert itt van a turpisság. Ugye? A kompótnak a hátsó hídja, amit most már kiszedtünk alóla, ez itt van. Hátsó hídja az az E30E lényegében. A hítok az már hiányzik. A hítok az hiányzik, mert most már láttam erősítetni. Igen, egy kicsit át kell. Lesz lemezelve, át lesz egy pár hegesztés még varva. Szilentek kint vannak, jönnek a poliszilentek bele, és onnantól kezdve azért az egy masszív darab lesz. Főleg úgy, hogy ugye itt, ez itt egy kulcsfontosságú része. Igen. Nem csak a kompaktnak, hanem nagyjából az összes E36-nak, de főleg a kompótnak. Ugye ez a, hát nevezzük toronynak, amiben benne van a toronyszilent. Torony, igen. Mert toronycsapádnak is hívjuk, de azt mondom, ez, a toronycsapád toronyszilent. Mindegy, ez csak szilent. Szóval ez itt át lett lapolva, meg lett erősítve. És ugye itt, Demo, ezt mondjuk el, hogy ez miért is van? Ez igazából ez egy fontos ez dolog. Ez egy hátsó torony merevítő lényegében, tehát itt ugye az erősítésre lényegében jött egy cső keresztbe, annyi, hogy ez még hozzá lett lapolva az alvászhoz. Így padlólemezhez. A padlólemezhez, így van, és akkor lényegében itt van egy vaslapunk, ez körbe van varva, mind a kettő, rá lett rakva egy függőleges cső, igazából ami le van talpalva, és ide körbe van merevítve. Mert ugye alulról hát az egész híd tulajdonképpen ide van felhúzva. Az nem ide van, oda előre, de úgy gondolom, hogy azért kell kimerevíteni a hátulját, mert ugye az egész híd az ide fogja átadni. Persze, tehát ahogy rugózik a lengéscsillapító, hát, ahogy dolgozik, az mind nyomja össze a tornyokat. És hát valahol már, hol van az összeszerelt hátsó? Az ott lesz a sárga. Kártunk. Meg egy csillapító alatt. Szóval, amit már láthattátok az Instagram posztban, ugye előre megcsináltuk, azt a múltkor láthattátok a vastagszáras bírsteint, hátúra meg hát hosszas konzultáció után a Kajaba mellett döntöttünk. Egyrészt a hátsó... Amiből lesz több majd. Lesz belőle több, nyilván nem ezt a kettőt visszük csak.
Meg biztosak vagyunk benne, hogy ki fog verődni. Bármi tönkre menne hátul szerintem. Mert ki fog, de a lényeg az, hogy attól nem félünk, hogy a hátulja löbög. Nem. Azt azért meg tudjuk fogni. Könnyű is meg. De rettentő könnyű tényleg a kaszni így, hogy kipakoltunk. Kireszemelve. Viszont az okosság az itt van, meg itt. Ugye ez a két, ezt esztergáltattad, igaz? Ez a két alátét, igen. Ez a két alátét, ez azért van, hogy amikor fölmegy, úgymond a toronyba a szilent, Peti? Igen. Hát azért van, hogy ugye szépen fixen álljon az egész. Tehát ugye gyárilag itt egy viszonylag vékony, talán másfél-két milliméteres lemezke van, és ugye az a gyári szilenttel még megbirkózik, de hát ilyen kemény poliszilenttel összehúzatom, akkor az valószínűleg elég hamar átszakadna, és akkor kifigyel a torony tetején, mint ahogy volt is. Igen, ahogy láttátok az első részben, hogyha ide kattintatok. Így van, és így azért ez elég masszív. Na ez nem fog átjönni a tornyon. Szászónak is egy a vége, hogyha ez ide bejön a helyére, oda, ez onnan nem megy sehova. Igen, és fölülről is jön még egy merevítő lemez rá. Tehát ez, ami itt látszik, ez a sárga lemez, ez fölülről jön a toronyra. Ez fölülről jön rá. És ez még ugye a csavarokat merevítő, hogy ne tudjon lefelé se kiszakadni a csavar. Az a lényeg, hogy úgy gondolkoztunk a futóművet illetően, meg az erősítést illetően, hogy ha minden gatyára is megy, a gátló, a toronycsapágy elől, nyilván itt fátul, nem fog amúgy, mert elől a powerflex az nem fog, akkor ne tudjon hova menekülni a futómű. Szóval, hogyha gatya is lesz, de maradjon meg a helyén, mert az kulcsfontosságú. Igen. Az, hogyha lóg, meg löbög, meg szar, azzal megbirkózunk, de ha kiszakad, átszakad, az már nagyobbik baj, igen, mert akkor sokat kell szerelni. Igen, az elő is meg lesz oldva, meg hátul is ezzel igazából teljesen ki van küszöbölve, tehát ez nem tud így átszakadni. Van, és ugye ez a két alátét, ez mondjuk emel egy fél centit. De egyik emel csak, mert egyik van ugye csak alatta. De viszont a rugóval meg tudunk hátul játszani. Hát a rugó fog emelni, tehát ezzel csak a gátlóval igazából egy kicsit utána mentünk hosszban. Mert nagyon fontos, hogy kiemeljük az autót úgy, hogy ugyanakkor ne veszítsünk nagyon futómű geometriát, mert ugye ahogy megemeled, akkor szépen ugye ahogy lefelé konyulnak a lengőkarok, szépen negatív dőlés kap le negatív dőlés, aztán olyan lenne, mint a shoulder nélküli Tátra, vagy Kamaz, ami így megáll a húzza kerekét, de erre is kitaláltuk a megoldást. Hát remélhetőleg. Gyere, Csino! Ugye itt azért nem rágtunk egy nagy keresztet, hogy könnyebb legyen a kibeszállás, nem követelik meg a szabályok, ez bőven elég védelem. Látszik, hogy ki is van hasasítva itt, hogy elférjen szépen a nagyülés. Itt ülés nem lesz, de azért Janó megcsinálta, meg respekt neki, mert nagyon szép munkát végzett. Na most elől, ugye, van egy, nem ez a gólyalább lesz, ez most csak véletlenül itt van. Elől ugye az emelés kulcsát egyrészt a magas kerék adja, a 15-ös felnivel megyünk per 70-es C-s gumival, igaz? Az is sokat emel már. 22, 25 vagy 35, valami jó nagy gumival megyünk. De per 70 a magassága. Úgyhogy jó magas. Igen. De a trükk az, hogy ez még így a toronycsapágyra rájött. Itt mutatok nektek egy, nem ez a toronycsapágy van benne, ez csak egy használt. De ugye ez így megy össze. És akkor ennyit tulajdonképpen emel az egész gólyalábot. 35 mm, ennyit emeltünk. 35? Igen. Ezt még nem tettük be, egyelőre még csak a nagykereket raktuk alá, de már az is ígéretes volt. Szóval elég jó magas volt úgyis. Mennyi 20-21-2 centi volt, majdnem mindegy súvnak. Elég jó hasmagasságunk volt, igen. Viszont ha ez ennyivel megemelődik, akkor a gyári N36 lengőkar, ami itt van, ugye akkor az így állna, mondjuk. És nagyon összehúzza már a kerekeket. Nagyon összehúzná a kereket. Ezért lecseréljük az E36 lengőkart. Az E46-ra. E46-ra. Jól látszik a különbség, hogy mennyivel hosszabb. Ugye ez egy alapdrift cucc. Régen az olcsó driftautókban is nekem is volt ilyen kocsi. Így volt összerakva. Nekem is. Neked is volt? A most is azon benne. E46 lengőkar, X3 axial vagy akármi. Ugye ez nem csak hogy szélesebb, ráadásul ez a Meile HD. Az, igen, ez azért jó, mert a gömcsuklók fémbetétesek. Tehát nincsen benne ilyen műanyag persely. Nem műanyag persely, hanem fog olyan hamar szétkopni. Így van. Ez ugye visszahoz valamennyit ebből a dőlésből, plusz hogy milyen axiált vettünk hozzá? Azt szerintem a 46 élet végül. 46 élet végül. Igen. Úgyhogy ezzel valamennyit vissza is nyerünk ebből a negatív dőlésből. De igazából annyira nem számít, mert azon a lőtéren, amin megyünk, amúgy érdemes megfogni, hogy ez körülbelül olyan nehéz, mint az, pedig másfélszer annyi anyag van benne. Szóval azon a lőtéren, amin megyünk, a futóművünk az körülbelül másfél óra után fog szétállni minden kerék alatta. Igen. Nekünk az a lényeg, hogy tudjon mozogni a kaszni, ne érjen oda, és legyen masszív, amennyire csak lehet. Ezért is szilenteztük fel a lila powerflexekkel, ez még folyamatban van. Igen.
volt Döme barátunk, aki ugye... Felmérte az alját. A háspáncélok Beethovenje. Igen. A háspáncélok Beethovenje itt volt a colstokjával, végigmérte, jövő héten jön ő, és aztán beszabjuk helyén. Ment vannak az új axiálok. És tulajdonképpen úgy gondolom, hogy mindent megtettünk annak érdekében. Még a toronymerevítőt nézem, azt azért mutassuk meg. Itt van túl a másik falnál. Kaszni merevséghez hozzá. Tehát ez Péter, kérlek, demonstráld. Ehhez a motorhoz természetesen nem jó az a toronymerevítő, amelyik simán csak átmegy a motor fölött. Hát nem, mert ugye a négy hengereseknek a szívósora az magasabb van. Nem, nyissuk fel. Majd az a következő jó epizód lesz, ami van a motortér alatt. Tehát ugyan... nekünk olyan kell, ami a tornyokat úgy kerüli, hogy hátul a motor szívósorja mögött kerül. És hát természetesen. BMW Motorsport. Pityesz barátunk azért kitett magáért, és egy rendes torony, nem tudom, mennyi, hát nyilván sem mennyire BMW Motorsport, de mindesetre egy elég masszív darabnak tűnik. Így van, tehát legalább nem alumínium, meg nem ez az állítható. Ja, nem, mert az szarcsér nekem. Igen, volt igen. Olyan, meg alumínium is. Az ez a rendes masszív vas toronymerevítő, ez ki fogja ennyi szolgálni ezt a versenyt. Ennyi, úgyhogy itt tartunk. Következő részben meg végigvesszük az egyéb kis trükkjeinket, meg mechanikai finomságokat, amit csak azért tolunk el egy héttel, hogy okvetlenül ne adjunk ötleteket a konkurenciának arra, hogy milyen trükkökkel készüljenek. Úgyhogy ez volt most a műhely. Kész van a cső. Merev lesz a bódé. Ilyen, mint Ron Jeremynek a pöcse, érted? Olyan lesz. Futómű nem tud menni sehová. Guruljon az autó. Ennyi. Jövünk vissza jövő héten. Szevasztok. Sziasztok. Hello. A műsor támogatója a Petronas motorolajok kiemelt forgalmazója, az olajshop.hu. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.